And the game begins. Bianchi. Guardiol. Oden. Hogy kerül ő ide hátul? Ez hogy jött így össze? Ez az ötvédős rendszer, ez gyilkos lesz nagyon. Ott tartok. Ezzel együtt 6 forduló. Uramisten. Nem tudom, hogy hogyan jussunk egyről a kettőre, az a helyzet itt. Mi a fele? Baszkikám. Nem volt rossz, hát bele tudtunk fejelni végül is. Ja, Marci. Spurs a Premier League legjobb csapata? Csak nem tudják, merre támadnak. Ujjjj. Well, which team is going to outwit the other today? The hosts have the tightest defense in the league, while their opponents have been the most prolific in front of goal. Stuart, how do you read this one? Well, Derek, what a contest this should be. Well, Stuart, an opportunity! Superb defensive judgment to end the attack. So, Boszlai. Ahaha! Milyen szűke játszik az ellenfél? Ott hogy passzolgatsz? Ahogy oda bepasszolod, egyből kilép valami, de olyan sebessége, hogy lehetetlen lefülelni. Ó, baszki. Állam. Ezt nem passzolja. Jó. Épp. Mikor mindig lepasszolja, hát ezt egyértelmű volt a szitu. Nem tudom erre mi az ellenszem. Hozni kellett volna kapust. Valószínű. Ja. Jó van. So Boszlai. Wirtz. Phil Foden now. Büdös életben nem fogunk bejutni. Well, he's admonished him rather than cautioning him. Well, spot on from the referee. He's made it clear. Another foul and he will get a yellow card. És fölé! Jó, nem baj. Kísérletezünk. It's always worth a try. A lot of interest in Casemiro ahead of today's game. The rumors are true. He's going to end his wonderful career at the end of the season. Ojajajajaj. What a loss for the club that is bound to be Stuart. Itt most kétszerbe passzolhattuk volna. He's a very good player, but he obviously knows his own body and thinks he can't perform at his best anymore. I think he's made a great decision. Oh, they could be in here, Stuart. And the cross fired over, but no real central pressure applied. Valamelyik szélsőnknek hátul kéne maradnia. És jó ez. Jesus. Intercepting it intelligently. Lorian Wirtz. On to James. Now what can they do from here? Foden, the chance to get them on terms. Oh, so near, but
Just unable to keep the shot down. De mi itt a gond a lövése? Valaki mondja meg. Tanuljak belőle. Képtelen, nem fogok rájönni a büdös életbe. Mi a gond? Rácsavarom! 90-es lövése van Fodennek. Mi a gond? 4-es még futja. Ez? Nehogy már. Nehogy már. Reece James. Looking for that final pass and for that chance to level the game. Az se jó. The quality of pass needs to be a bit better. Megpöcköltem konkrétan a kapura lövést. Haven't enjoyed that much of the ball, but what they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. Á, idegbeteg vagyok. Minden oké is egyébként. Egyetlen meccsek vannak ma. Nagyon durva meccsek. Pressing high, and they have the ball again. Firing it in, and blocked for now. Ne csavarjak. Hát de... akkor mi a szart csinálják? Sima kapura lövés, a büdös életben nem fogok én gólt lőni. Úgy védenek ezek a szaros kapusok. Soha életemben nem lőttem még új gólt, csak simán rálőttem. Nem, de hogy csak se lövök én gólt, az a baj. Itt a legnagyobb probléma. Who's gonna get on the end of it? What a genuine opportunity, but it was squandered. Goal kick. And I think it's fair to say he's had happier days in front of goals. Igen, Red Bull. Na, örülök neki. De jó. Servus, hát tényleg. Jaj. Ne fogd vissza magad legközelebb. Nyugodtan. Hozd az észt. A többi. Ahogy jónak érzed. Erre a pádat. Legalább annyira kiidegeskedtem magam, hogy már nem fogok. Ma többet idegesek. De mert már elfáradtam. Nagyon elfáradtam az idegeskedésben. Azt nem bírom. Ajjajajajaj. Hova megyünk, gyerekek? Hova megyünk? Megőrülök. Nem örülök meg. Mi játszunk jól. Nem tetszik nekem ez a taktika. Nincs semmiféle... nincs valami más taktika? Mit tudom, valami szűk 4-3-3 az a... 4-2-4 az túl durva. CF. De mi az, hogy CF? De CF-ben hogyan játszanak már? Hát ne, nincsen CF-ünk, basszus. Úristen, valahogy ezt nem lehet átalakítani? Pedig ez jó. Jónak tűnik. Ne?
húzzam bejjebb. Hogy megnézzük csak így. Mégis nem buknak sokat a képességükből, tehát ez minimális bukó. Talán ezzel... Valahol, nem tudom. Talán ez hatékonyabb lesz. Tudom én. Nézzük meg. So the ball rolling in the second half. Spurs with the advantage, but no room for complacency. Kell valamit módosítani, ez egészen biztos, mert ilyen nem létezik, hogy a játék nem hagyja, hogy gólt lőjek. Én voltam a hülye. You'll join us for more live Premier League action on EA TV. It's Spurs facing Manchester United. Asta, nem ment eléggé a sarokra. Hú, ez jó. Valami ilyesmire számítottam. Jó körbe tudjuk adogatni. Helyes. Nincs fejes. Gabriel Jesus. Fernandez. Úristen, rendeződjünk már, srácok. Ne. Hogy tud ilyet lőni? Én miért nem? Baszki! Túl durva. Egy 5-5%-ot el kell venni a védésekből, meg a lövésekből, mert... Fú, az túlságosan fel van húzva. Na, milyen lövés ez? Calvin Phillips. Anya úristene. Hát baszki, alig igazította. Róka, nem kell, köszönöm. Most idegbeteg vagyok. Még mindig. Most ilyenkor odródom az árra. Próbálok. Brito. Can they create something from here? No nonsense clearance. Excellent assessment of the situation at the back. And into the last 30 minutes now. And a quick reminder, we have plenty of live football in store for you right here on EA TV. Well, Dirk, I'm really looking forward to it. Always a great atmosphere in that stadium. Hát, nem tudom, hogy... Britót egyszerűen nem tudom kihasználni, így én úgy érzem. Képtelenség őt kiugratni. Lehet, hogy görcsösen játszottunk igazából a mai nap, nem tudom. És ezen megy az egész. Ugyan. Én nem éreztem, teljesen, tényleg, tehát ezek ilyen alap dolgok, hogy ne menjen ez a játék robására a tét. Nyilván nem lehet úgy játszani, hogy tét nélkül, vagy minthogyha tét nélküli lenne. Ez döbbenetes volt. Minél jobbak a játékosaink, annál durvábban játszik az ellenfél. Folyamatosan mindig vissza kell lépni, nem lehet egy fél pályáról megindulni mondjuk, vagy valami ilyesmi. Tehát ez borzasztó.
nincs nem, kilátástalannak érzem helyzetet jelenleg. Gabriel Jesus prepared to fire. That's a great stop. Well, his reflexes are so good there. That's a fantastic stop. So the corner played into the box. Superb block on the back of the ball from the flank. And into the last 15 minutes of action. Most is mire leveszi Foden. És már is ott tartunk megint, hogy körbe kell passzolgatni, baszki. Onnan lőjek, mindenhol blokk van. Itt meg kell találni a lyukat. Tiki taka. Bejön, nem. Én nincs, hogy rálövöm. És akkor mi lesz? Ott a blokk. Fix, hogy blokk. Mindig blokk. Vagy nincs, hogy nem. Nincs, hogy elmegy a védő mellett. Töglet lesz, és töglettel mire megyek? Nagy szar. Semmi az egész. Ha! Hát ez elképesztő. Elképesztő. Döbbenet. Gabriel Jesus. Mount. Now, I believe there's been a goal in the Leeds game, and Alex Scott has the details. It's a second goal for Chelsea. They've pulled one back and now trail by one with 86 minutes on the clock. Thanks as always to Alex Scott. Offside, a tight one. Hát így van, Bozon, te megbontad előre. Így van, nagyon jó csapat. Fenomenális. Horton. Totaling up all the stoppages, we'll have two additional minutes. We're keeping it on the ground, slightly off target, however. Perfect tackle, and the referee blows his whistle, and Tottenham are the victors. Nem fogunk nyerni semmit. Igazából szerintem. Ezt így folytatjuk. Ez nyert, hát akkor ők most megint megelőznek bennünket, ez egészen biztos. Vegyük újra. Volt csatornára jó lesz majd az index képnek. Szemüveggel is ezt vegyük föl.
Kirúgtak, clickbait cím, clickbait indexképpen. Kurva életbe! Tökéletes végszó! Gratulálok! Gratulálok! Hálátlan vezetőség! És a kurva anyjuk a 15 ezer euróért dolgoztam itt nekik, most nézem csak. De hogy írt... Jó van, Róka, jó van, föl se olvasom. Olvassa az, aki akar. Én figyelj, nekem ez most nincs idegrendszerem, ne haragudj meg. Kirúgtak. Kirúgtak! Puskacuk, én szerintem agyvérzésem van. Hogy valami van. Biztos, tehát hogy infarktus, agyvérzés, valami. Hát most, bazd meg, csak elfogadni tudom, tehát hogy... És csak a Newcastle van szabadon! Tehát vagy a Newcastle, vagy semmi! Na most mi van? Parancsolsz? És ilyen Neymarral meg ilyen kutyaütőkkel nézd meg. Neymar, hát baszki, tudod hány éves? Hát 40. 75-ös tatja van szerintem. Basszus! Aj. Egyesült Újkastély. Igen, igen, igen. Gyerekek! Mi a fene? Kudarcot vallottam edzőként a büdös picsába. Én komolyan mondom, tehát már kínomba nevetek. Tehát mekkora kudarc ez, te jó ég! Hát tényleg utolsó mérkőzések szelfordal, tényleg. És akkor írtak, hogy szívesen láttak majd még vendégként, vagy mit írtak oda? Hát az anyádat azt! Rohadjatok meg! Máskasszok, ne haragudjatok, tényleg nem sikerült. Ha dramaturgiailag nézzük, akkor most megint nekifuthatunk igazából annak, hogy legyen valami. Igazából. Esetleg egy olyan történetet is ki lehetne találni, hogy most a Newcastle-lel jön a revans egyből. Viszont ehhez azért baszki nagyon sok. Tehát, hogy kell... Tehát a jövő... Most van vissza pár forduló. A következő évet rá kell áldozni arra, hogy bejussunk a BL-be. És akkor ott a Bajnokok Ligáját megnyerni. A Newcastle-lel. Mit gondoltok? Várom a tippeket. Edzőoktatásra mosolygós fej. Róka! Köszön vége mindennek. Most véged van. Köszönöm a támogatásod, Róka. Köszönöm. Köszönöm. Ja igen, amúgy lehet, hogy kiesik a Newcastle. De egyébként meg kell jönni, de aztán meg kell nézni, nem? Jó ötlet az, amit mondok? És mindenki úgyis föl van hype-olva. Biztos, hogy egyetértetek abban. Hogy... Csináljunk-e szavadás? Valaki tud szavadás csinálni, hogy... Hogy jó ötlet az, amit mondtam? Vagy már mindenki esetleg inkább arra szavazna, hogy távozunk a Premier League-ből, és mondjuk inkább menjünk olasz, német, spanyol, vagy maradjunk Olaszországban. Ja.
Hát nem tudom, hogy ilyet lehet-e csinálni, vagy várjátok, elfogadjuk, tehát csak ezt lehet, tehát innen csak úgy lehet kijönni, hogy elfogadjuk ezt. 5000 eurót fogok keresni egy hét alatt. 5000 euró. Azt tudjátok mennyi? Semmi. Közben lehet szavazni. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce... És egyébként elég sanszos, hogy kiesik a Newcastle. Tehát van vissza a bajnokságból. Pont a Stamford City ellen! Az igen! Chelsea! Tehát 5 forduló van vissza. 5 forduló. Na, mi ez a keret? 71-es Neymar. Nincs is idő BR-re. 2 szezon van hátra. Egyen feljutok, egy meg bekerülni. Ja. Ilyen sokan szavazhatok arra, hogy másik ország. Mert ugye úgy van kitalálva a játék, hogy 10 szezont lehet csak letolni. És akkor honnan tudod, hogy hol vagyunk mi, Gergő? Honnan veszed? Tíz szezon játszható. Igen, oké. Okay. És honnan tudom, hogy hol vagyunk most, melyikben vagyunk? Ez a 28-29-es. Hát most azt sem tudom, hol kezdődött a játék, várjál. Nincs itt valami statisztika karrierünkről? Nincs. Sőt, egyébként munkák sincs. Vagy vannak munkák? Az kemény. 22-23. Ja, itt van My Career. Hét. 3 szezon van vissza. Itt látszódik gyönyörűen, nem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez 7. Meg lehet csinálni azt, amit mondtam. Igazából. De hát azért az... Arra tudjátok, mennyi esély van? Hát most is mindent beladtam, baszki, és nem tudtunk egy döntőbe se jutni. És ilyen csapatot? Mi ez a csapat? Baszki, megint betörtem az asztalt egyébként meg. Kurva anyjába. Már nincs évfelület az asztalon. Most nézd meg, ilyen csapat. Hát nincs is pad. Tehát ezek a játékosok léteznek és szevasz. Zakaria az jó. Hát sokra megyünk a Zakariával. Ősz a Newcastle, ez hogyan tudott így legatyásodni? És ennyi pénz van csak. Milyen eredményeket értünk el a Stamforddal? Bocsánat, ha nagyon támadó a kérdés. Adjuk. Ne menjünk ebbe bele inkább, légy szíves. Hát negyed osztályból feljöttünk. A világ legdrágább csapatát összeraktam. Aztán kirúgtak a kurvanyukat, mert nem jöttek a... Mert mindent meg akart nyeretni velem a vezetőség. Hát nem le, ekkora nyomás nem lehet elbírni. Hogyne. Csőttömeg vagyok. Csőttömeg vagyok. Kurva, most mi legyen? Skacok, tehát nézzünk itt ki a fejünkből, szemezgetünk. Parka szemezgetünk. Megy itt a nagy találgatás.
új karriert kéne kezdeni, vagy eligazolni teljesen más hely. Ezek a Newcastle-nek, nézzetek, ez a Newcastle egy reménytelen csapat. Teljesen reménytelen. Mondjuk óriási lenne a Salford City mellett itt lenni a Premier League-ben. Gondolkodom a megoldáson. Le kellene szerintem pörgetni a hátralevő fordulókat. Tehát igazából még tovább juthatunk, hogy bent maradhat a nyugászül. De, nem. 8 pontos hátrány. Háromszor kellene bukni a Wolverhamptonnak. El tudjátok ezt képzelni? 5 meccsből 3-szor bukik. Ki kap konkrétan? Ja. Maluka, nagyon szépen köszönöm neked az 5. hónapot. Szervusz. Köszi. Szerintem pörögjünk előre. De az a helyzet, hogy csak így tudtunk mi tovább jönni. Máshogy nem. Ide elpörgünk. Salford Citytől kikapott a csapat. Várható volt. És akkor Chelsea-t megverjük. City, őt is megverjük. Mi a fele? Brighton? Őket is! Ja, mi a fele? Leeds? Kikaptunk. Hát természetesen. Ez ilyenkor így szokott történni. Na nézzük, akkor kiesett a Newcastle? Így van. Így van. Egyébként a Salfordot és a Cityt, illetve a Leedset, hogyha megverjük, akkor bent maradt volna a Newcastle. És az első helyen kivégzett, ja, jogos. Jó, nem a Salford. Elnyugodtam. Uró életbe. És akkor most kellene igazából megnézni azt, hogy milyen munkák vannak. Semmilyen munka nincs. Jó, semmi baj. A főbb ligákat megnézzük. Hogy ott hogy alakult. Kezdjük mondjuk, hát Franciaországban ki a frene akar venni. Mindezért nézzük meg. Hogy tudjuk, hogy ki hol, ki milyen kupákban indul. Hát a PSG egy, még ki se kaptak idén. Monaco, Rennes, Nice, Marseille. Oké. Ez azért fontos, hogy megnézzük, hogy elmondtam. Ja. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Lipcse, Stuttgart, Wolfsburg. Úgy nagyjából tudjuk, bár itt azért lesz még változás szerint. Olaszország, Juventus, Inter, Napoli, Torino, Atalanta, Róma, Milán. Milán 7. Az igen. Jó. Mi van még? Hollandiába, tudod ki megy? Ha mondjuk egy Ajax, azt meg se kell nézni igazán. Én nem hiszem, hogy egyébként hűden nagy érdeklődés lesz utánunk, sajnos, kacok. Így néz ki a La Liga. Atletico nyerte meg. Barca 2., Real Madrid 3., Valencia 4. Sociedad és Sevilla. Igazából végeztünk. Ki nyerte meg a bajnokok ligáját? Azt még nézzük meg. Senki. Real Sociedadot egyébként az Atletico búcsúztatta. A Juventus pedig a City, és így Manchester City, Atletico, Madrid döntő. Hoppá. Jó, úgy nagyjából megvannak a csapatok, ugye? Örögjünk akkor előre. Ez milyen gáz?
Csak a Newcastle érdeklődött utánunk. És kacok, ebből lehet, hogy új karrier lesz akkor. Ilyenkor mit lehet csinálni? Hát senki nem érdeklődik. Az utolsó előtti napig. Nem. Nem és nem. Pedig tele a vitrin az elmúlt 7 év eredményeiben. Igen, igen, nagyon tele van, igen, valóban. Fú, de megviselt most ez a pár óra. Atya úristen, ez nagyon kemény volt. Én ilyet nem is tudom, mikor éltem át utoljára. Nézd meg, jaj. De gyerekek, én nem akarok itt lenni. Hagyjatok már békén. Ó, Istenem. Nincs munka. Ennyi kupát nyertem. Nem számolom. Nem ebben mérik a dolgokat, hogy ki mennyire jó. Új kastély, nem szimpi. Peti, angol másodosztályban vagyunk. Mi szimpatikusat lássak ebbe? Angol másod... Tehát ez... Ez olyan, mint amikor City... kirúgják Guardiolát, és akkor megy a kieső csapathoz. Hát... Szeptember végén már lesznek ajánlatok? Akkor megyünk. Köszönöm. Röpülünk oda. Hol is van szeptember? Szeptember vége? Elmegyek is. Ne már, hogy lehet ebbe a Newcastle-be? Bár mondjuk akkor sem értettem, mikor megvették tőlünk, és ilyen 30-as hülyeséget beszélek, 78-9-es volt a statja. Na, azért nagyot megy a csapat, nézd oda, mindenki szarrá verünk. Kupa. Jaj, büntetőkkel jutunk tovább. Jó! Atya világ. Ki ez a juhász Norbert? Ez Gulácsi Regen? Az. Na, munka. Van egy Wolverhampton itt az angol másodosztályban. Van egy Brentford az angol másodosztályban. Van egy Feyenoord a holland első osztályban. Uha. Menjünk levezetni Feyenoordba? Feyenoordhoz? Feyenoordba. Ennek a karriernek lőttek. Úristen, már itt a Bruges! Húha! Jézusom! Hogyan lehetne? Hát ez a nyolcadik
szezonunk, ugye? Hát van még vissza, akkor lényegében, hát ez, ezzel együtt három. Hogyan lehetne ezt a karriert gyönyörűen befejezni? Ez annyira, annyira egy ilyen belepiszkítás. Hogyan lehetne? Tehát valamelyik csapattal nagyon jól kellene menni, és föl kellene hívni magunkra a figyelmet. Éve nem? Ezt kellene elérni. A Bruges az hol van? Várjál, mindjárt megnézzük ezt a Bruges-t. Ők pörögnek-e nemzetközi kupába? Bár ha pörögnének, akkor biztos nem rúgták volna ki az edzőket. Az kurva élet. Tavaly... Ó, Feyenoord! Menj már, hát el kellett volna vállalni a Feyenoordot! Bazd meg, hát a Sanfordnál van egy csoportba! Ne! Úristen, vissza kell tölteni! Nem igaz? Mekkora lett volna már? Az istálóját bele! Hát miért nem szóltatok? Ó, kurva! Nem hiszem el! Hol a Bruges? Itt a Bruges! Menjünk Bruges-be! Jól mondom? Bruges? Van ilyen? Hát valami ilyesmi. Ez nem is Bruges. Hol van ez a csapat? Hol van a székhelye? Milyen város? Menjünk a Bruges-höz? Brüsszel? Ó. Scheisse. De soha téledbe bele. Jöjjünk ide. És itt fölhívjuk magunkra a figyelmet. Tolunk egy nagyon jó belga szezont. És aztán mit tudom én, mi lesz. Menjünk egy jó csapathoz. Itt Barcelona, Real Madrid. Biztos, hogy felfigyelnek ránk, hogyha túléljük a csoportkört. Hú, de mekkora lett volna az a Feyenoord, nem? Atya úristen. Van átigazolási időszak? Nincs. Nincs. Hogyan fogjuk megerősíteni azt a Bruges-t? Menjünk akkor? Jó a haditerv? Szavazzunk! Kíváncsi vagyok. Úgy a legegyszerűbb, úgy a legáttekinthetőbb a véleményetek. De szavazzunk. A terv az, fővázolom még egyszer, hogy leigazolunk a Bruges-höz. A francnak sincs kedve az angol másodosztályban lenni igazából. Bruges, bajnokok ligája. Jó teljesítünk. Belgáknál szétverünk mindenkit is. Bajnoki cím. Kutya, gumi, mi egymás? És akkor... Menjünk utána egy jó csapathoz. Tehát egy évet eltöltünk itt a Bruges-nél. Egy ilyen háromnegyed évet most már csak. Na? Mit szóltok? Lehet szavazni? Miért szavaztok ennyire a nemre? Mi jogból? Aki a nemre szavaz, miért? Mik az érvek? Mi a másik opció? Nincsen másik opció. Hát a Newcastle-nél miért maradjunk? Max annyi, hogy várunk, de hát ennél jobb csapatok úgysem fognak jönni. Feyenoordba nem lehet menni. Hát hogyan megyünk a Feyenoordba? Unalmas belga bajnokság. De hát most könyörgöm. Vissza lehet tölteni? Nem szoktam én ilyet csinálni, visszatöltök ilyen. Hát ez már... Azt tudom, hogy kell visszatölteni. Fogalmam nincs, hogy kell visszatölteni. Micsoda? Elvileg PC-n 15 szezonos a karrier. Hoppá. Hoppá. Maradjunk a Newcastle-nél? Marad a fene. De már mindenki másik országba akar menni. Mondjuk 252 milliónk azért csak van. Simulálva feljutnak.
Hát ez amúgy óriási, most jönnek a legjobb ötletek. Nem baj. Baj, max szavazunk még egyszer. Bőség zavarra lenne, skacok. A Brugge lehúzánk egy évet. Erre gondoljunk. Én próbálok meggyőzni benneteket. Ez a leglogikusabb szerintem. Egy évet ki kell ott húzni, úgyis a meccsek 80%-át szimulálni fogjuk, mert a Brugge olyan taktikák lesz, hogy mindenkit szar rá velünk. Utána meg olyan csapatokhoz menjünk, mehetünk, ahova akarunk. Viccen kívül, bármelyik országba fölvesznek majd bennünket, mert most az a problémánk, hogy nincsen nem tudunk mivel érvelni magunk mellett, hogy ezért meg ezért vigyetek el bennünket. Ugye? Ha nem fog menni a Brugge, se. Itt szar volt a vezetőség Selfordnál, azért nem ment. Brugge-nél jó. Ismerem azért a tulajt. Hova gondolsz? A belga bajnokságban hol végeztek? Elől. Úgyhogy hol? Brugge valószínűleg mindent megnyerünk, aztán Madrid. Így van. Hát az nagyon jó lenne, Davez. Az nagyon jó lenne. De nincs magyar bajnokság. Max úgy lehetne megcsinálni a magyar kapatos karriert, hogy valamelyik bajnokságba beillesszük a Fradit. Mert Fradin kívül nincs más. Nálam boldogább ember nem lenne a földön, hogyha lehetne NB1-be játszani, vagy NB2-be. Nem is értem, miért nincs még. Hát bazzeg, hát hányan pifázunk magyarok, nem? És nem vagyunk piac, vagy mi? Tehát nem tekintenek ránk úgy, hogy jó piac. Szóval én nagyon szívesen tolnám bármelyik magyar csapattal, hogyha arra kerülne sor, de az, hogy most radizunk egyet, csak ők vannak, és legyünk, berakjuk őket mondjuk egy Premier League-be, az olyan, hogy kerül, mi van, mi? Ez egy nagyon alternatív valóság lenne. Hát elég szoros lett a szavazás, de szerintem meggyőztem mindenkit a Brugge-el, ugye? Viszont milyen csapata van a Brugge-nek? Azt meg tudjuk nézni vajon okosan? Azt meg tudjuk még nézni. Hát már nem biztos, hogy látni fogunk mindent. Hát nem bizony. Semmit. Hoppá, van egy Danjuma, 83-as, van egy Cholet, Fujimoto, az is 83, azt a minden, gyerek, micsoda hajszerkezet. És ő középhátvéd. Hát baszki, mint egy Terminátor. A mezük az, hát, igen, elfogadható. Na, neki van feje, amúgy. Mármint, hogy így ilyen kis szép, kidolgozott. Pörgesd föl magad, az bármi van, passz föl egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. NSX, nagyon szépen köszönöm neked a Mester 3-ast. Tervusz, köszi. A tudást jóságban mérik. Ez így van. Pontosan. Túl erős ez a csapat? Ez a csapat túl erős? Azért jövünk ide? Pontosan. Pontosan. Jó, értelek, Tavez. Értelek, Tavez. Ah, értelek. Az a helyzet, hogy ez az Anglia most egy kicsit úgy megfárad, de az, hogy Renti azt írta, amit köszönök szépen, hogy 15 szezont le lehet tolni, és azt mondja, most vagyunk a 8-ba. Gondolj, most csak fölvázolok egy ilyen összecsapott forgatókönyvet. Megbuktunk a Selfordnál, felhoztuk őket, negyed osztályból. Kirúgtak anyjukat. És
Elmegyünk a Brüsszhöz. Itt a Newcastle-nél lefektettük az alapokat, hogy feljussanak. Hát vezetik a bajnokságot. Ott egyenlőség van, az ugyanaz. Vezetik. És Brüsszhnél bajnokok ligája csoportkörből tovább jutunk. Megkapjuk a self-hozitit. Kiverjük őket a BL-ből. És oda megyünk évvégén, ahova akarunk. És elmegyünk valami top csapathoz. Szétverjük az egész világot. És visszatérünk a Premier League-be. Gatyába rázzuk őket ismét. Na! Ugye? Mert meg lehet ezt csinálni a 8. szezonba. Várj, ez a 8. Ez a 8. 9. Ott már top csapatozunk. Akszalba beletolunk 2 évet. Transfer KB. És marad 4 szezonunk. Ugye? Ugye? Hát ez 200 IQ minimum. Persze, alsó hangon. Na. Fú, ahhoz képest, hogy én mennyire... Jaj, nagyon. Fél lábbal egyébként már sírba voltam. De jött a Brüsszs. Áh! Azeg. Jóci. Ilyen tulajdonos mondom. Tulajdonos nevét. A Jóci ad egy aranyember. Na. Bazd meg. Most alá kell írnom valamit? Vagy mi van itt? Most folyamatban van elvileg. Mi most engem... Meginterjú volnak, vagy mi? Hát én menni akarok! Most mire kell ilyenkor várni? Ne várassanak meg, bazdmeg, nem érek én rá. Most azonnal ide az asztalon a papírokat, azt már... Itt se vagyok. Na. €41,000. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Jó estét kívánok mindenkinek. Az ki? Hát az meg az... Nem tudják, hogy hívnak. Baszak, ezek más edzőt akartak idehozni, aztán én jöttem ki belőle. Hát ezek hülyék! Ezek szarba se vesznek! Ja, az csak a szponzor neve volt, várjál. Várjál akkor! Téves. Jó, hogy nem hívtam föl a Jocit, baszki. Azt a nagy égés lett volna belőle. Nézd oda! Hát de a rohadék, hát de hogy lehet ekkora ennyi eszük? Most őt szintén. Hát, úristen. Jaj, most ez egy picit kellemetlen. Jaj. De mindegy, csak ti hallottátok. A Jocit nem hívtam föl. Hú, az anyját. Kitekertem volna a nyakát, az biztos. Hú, gyerekek. Levert a víz. Kandriam. Ki az a Kandriam? Nem kell kiderítenem, hogy ki az a Kandriam. Az a szponzor, jó gyerek. Jaj. Na. Milyen célkitűzések vannak? Nyerjük meg a bajnokságot. Meg valami kroki kupát is meg kell nyerni. Ja, jó, van sima liba. Mi? A negyed döntőt érjük el? Ez a célkitűzés? Mi az a quarter? Az, nem? Negyed döntő. Akárhogy nézem, így vagy úgy, hát... Negyed döntő. Jelenleg a harmadik helyen tanyázunk a Brüsszsel. Skacok, ez egy óriási karrier, de ezt meglátjátok. Még nem kezdődött el a BL. Nagyon földoppingolt most ez a BL. Ez az átigazolás, ez egy kemény. Azért úgy, amikor is fölülről belegyúlnak a sorsodba, azért hogy tud érdekes dolgokat okozni, nem? Federációs
Na nézzük akkor milyen a csapatunk. Ne is inkább így nézzük, hanem... Az meg Karemcsuk, az ember még él. Bronki kupa. Kinek a nagyobb? Ötvédős rendszer lényegében. Bukarest ellen játszunk, ugye? Kipróbáljuk ezt a taktikát? Tűnik rossznak ez a csapat. Köszönöm szépen, Dév. Papi kisebb, mint három, ez sok könnyes kamionos videóért. Kisebb, mint három, csak így tovább. Köszönöm szépen. Breaking. Klub Brugge feladta az évek óta tartó eredménytelenségét, és végre egy komoly tapasztalattal rendelkező edzőt sikerült szerződtetniük. Mr. Balazsin hatalmas segítség lehet a csapatnak, ha megfogadják a tanácsait. Idén akár korábbi csapatával, a Selforddal is találkozhattak a pályán a BL-ben. Várjuk a fejleményeket. Te itt áll, Róka? Minden oké? Vártam, hogy hol lesz a csavar a történetbe itt, de itt csak és kizárólag dicsérő szavak voltak. Rajtad tartom a szemem. Azért a biztonság kedvéért. Fura vagy. Fura vagy. Hú. Meg. Itt a Bukarest ellen nyerni kell. Ez ilyen, itt aki nyer, az... Na mindegy, jó van, ne bonyolítsuk itt a dolgot, meg kell őket verni, mint... Kész. Azok... Hát nem tudom, hát ő... Össze kell rakni a csapatot, ez... Erős a középpálya, az biztos. Kapucsere nem. Jobb és bal hátvédő nincs is, most nézem. Hát itt vagy három védős rendszerre játszol, vagy nincs védelem. Úristen. De rendesek. Ha-ha! Ez komoly. Ezek szivatnak. Kumbulla meg 58-as futásra rendelkezik. Hát az nagy lesz. Rendben van. Jó. Oké. Okay. Hát akkor Danyuma. Ő azért tud futni állítólag. Carranza, hát mondjuk akkor inkább ő játszom, mint Yaremchuk. Nem? Bungie tud futni. Hát jobb lábas. Mind a kettő csatáron jobb lábas. Csak jobb lábbal lehet kapura lőni. Karanzával talán néha a bal lábbal is. Szenték. Így. Itt lehetne még betenni a csapatba. Hogyan lehetne ez erős? Tehát a jobb oldal
Kit lehetett enni Erembe például? Az Eren poszt, hát őt lehetne, ő 73-as, de hát ő milyen lassú, te jó ég. Valaki nem tud Eremet játszani, fiúk, itt középen? Hagi? Legyen a Hagi? Ha mondjuk igazad van, és akkor Erembe áttesszük. Vagyis RV-be. Akkor egy nagyobb bónusza van, ugye? Mondjuk hát ő nincs is edzésben, most nézem. Hát itt nincsenek edzések a Brüsnél? Na mindegy, jóval legyen így akkor aztán. Atyavilág. Jó, gyorsan be kell állítani akkor az edzéseket, mert ki tudja, hogy ki az, aki akar még fejlődni itt a csapatnál. Jaj, de jó! Kumbullát eladta a csapat! De jó! Jaj, de jó! Mennyi pénzünk van? Kell nézni akkor egy jó középhátvédet. Nem lesz egyszerű helyzetünk. Gyorsan nézzük, pörgessük végig őket itt akkor. Mert azért ezzel még lehetne itt nyerni szerintem egyet-kettőt. De stopper. De látom, itt nem sokan fognak fejlődni a csapatán. Hát ez így jó lesz. Ez a Solet, ez jó. Hogy kell mondani a nevét egyáltalán? Jó ég. 69-es védő. Hát te nem szégyelled magad, hogy ilyen gyenge vagy? Na! Jaj, hát ez a Danyuma, ez nagyon öreg. Hoppá. Ide nem akartam kilépni. Jó. 31 esztendő. 30 éves. Aki fiatal, az nagyon gyenge. Mondjuk ő jó. Esedek. Édes Isten. Ezeket mire gatyába rázzuk? Addig eligazolunk. Hassza meg! Gyerekek! Kemény. Na, ennyi. Végeztünk. Kezdődjön akkor a mérkőzés. Meglepődök azon, hogyha itt nyerünk. Nagyon meg fogok lepődni rajta. Annyi még, hogy szerintem inkább ő legyen. Tehát ez a Dvomo. A Dvomo játszon. A Camba áttettük. Ennyi, szerintem ő egy kicsikét jobb lesz. Ennyi, ez így jó? Ja igen, szabadon igazolható játékosokat meg lehetne kukkantani, valóban. 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 Meg is nézzük. Korábbi híreink, nemzeti sport, breaking. Azonnali hatállyal menesztve. Salford versus Mr. Bala 07. Ez annyit jelent, hogy a kirúgott menedzser 7 évig nulla értékelhető kupát nyert a csapattal, míg ő 7 éven át vette fel a busás fizetését. Szurkolók egy csoportja. És nem olvassa tovább! Nagyon helyes. Róga, köszönöm szépen. Ja? Éve
Évek óta kiabálják a sajtótájékoztatón, Isten hozott. Mikor visz? Eljött az idő, reméljük megtalálja a helyét, vagy a FIFA sikkasztás és zsarolás után indított nyomozásával pont kerül az ügyre, és a rendőrök találják meg a helyét, csíkos ruhában. Mi van? Milyen sikkasztás, meg zsarolás, meg milyenek? Mi? Miket adomász te itt össze? Közöm nem volt ilyen ügyekhez. Ez kitaláció. Hát miről beszélsz? Soha nem voltak ilyen dolgok. Eredménytelenség az előfordulhat, hogy volt, de azon kívül nem hiszem, hogy bármi is lett volna. Hát azért nézz oda! Isten hozott, mikor visz? Jaj, hú de röhög! A poklok poklát megélem. És akkor ilyen dolgok még itt történnek. Ah, döbbenet. Mindenkit megfigyeltetünk most, kacok, jó? Hát akivel egy picike potenciált látunk, ezt megfigyeltetjük. Tényleg akármilyen poszton van, meg kell figyelni, jó? És így akkora gyöngyszemeket lehet találni, hogy akár még téli átigazolási időszak... Ja, de ott akkor nem hiszem. Hú, bazd meg, mondjuk ez jó játékos. Gyerekek. Ujjjj. Tehát ezt meg hát most attól még, hogy nem leszünk itt jövőre, hát most azért föl kell építeni ezt a csapatot normálisan. Nem végezhetünk már fél munkát. Real Madrid figyeli minden lépésünket. Real Madrid, de majdnem beszerződtem amúgy meg, most már elárulhatom. Csak aztán... mondtam inkább, hogy figyeltek ide majd jövőre, jó? Erről. Nem érek rá. Kicsikét elmegyek horgászi Brüsszelbe. Horgászgatok itt egyet a haverokkal. Ezt eljöttem. Figyelj, megteltem. 7 éven keresztül ki voltam téve óriási stressznek. Nehogy már ne. Na. Ádám Richter, oda néz. Óriási tehetségek lesznek ám itt, majd meglátjátok. Ezeket mind majd megfigyeltetjük nagyon szépen. Annyi pénze lesz ennek a brűsdek, mondjuk az abban ennyi játékos majd nem tudunk leigazolni, tehát azért okosan kell bűvészkednünk. Ezeknek a bal hátvédek. Ha most leigazolom őket, akkor télen már el tudom adni őket vajon? Erre valaki tudja a megoldást. Erre nagyon kíváncsi lennék, mert ha igen, akkor... Hát akkor sörögni fog a kassa rendesen. Az annyira fog sörögni, hogy engem el akarnak majd vinni pénzügyminiszternek minden létező országba. Még a nem létezőkbe is. Nem? Tudtoddal? Nem. Én nem. Lehet elintézni? Hát megint a matek. Hazai pálya. Abban vagyok a legjobb. Muszáj. Illegális pénzek. Szia Krisz. Elplen. Megy az elplen. Megy. Egy bár próbálnak megbuktatni páran, de... Jól járna sik. Mostantól beindul a nagykanizsai gőzös. Persze. Azért jöttünk ide, hogy majd itt. Hogy ne, erre tartalékoltam. Kacok. Mondhatok akármit. Én erre tartalékoltam valójában. Hogyha fogjátok elhinni. Mi bajotok? Én szóltam előre. Az a baj, hogy már valamire való játékosokat elvitték, basz.
Hát lehet majd költeni igazából Antal. Elvileg. Hát ilyen 50 milliója van a csapatnak, bár 50 millióért a mai világban már nem sok mindent lehet kapni. Tehát kapsz egy jó játékost, az szevasz. Úgyhogy én gyanítom, az a jó játékos az egy, az talán egy csatár lesz. Bár meglátjuk, attól függ, hogy milyen tehetségeket találunk. Picikét azért úgy hátrabban tegyek itt a tehetségeknél. Hoppá, hoppá. Hát ilyen átlagosan szerintem úgy egy-két ilyen 75-ös, tehát 80-as játékos biztos nem fogunk találni fiatalok között. Ilyen 75 körül itt biztosan. Azokból már azért lehet pénzt csinálni. De hát nyilván most, hogyha tényleg nem tudjuk őket eladni, akkor bukó az egész. Hoppá, hoppá. Na ő például fix, hogy 75 fölött van, szerintem. Akár őt már most le lehetne igazolni. De nem baj, megfigyeltetjük első körbe szépen, nyugodtan. Fönt van mindenki a rövid listánkon, gyors listánkon. Hoppá. Hoppá, hoppá, ez se rossz. Rossz. Lesznek azért itt. Kis hús. Nem. Itt bátrabban megyünk. Ja, jó. Van itt még a középpályánál? Van? Ez jó. Álmodó középpályából már találtunk az elmúlt években kurva jó játékosokat, brutál játékosokat. Óriási, hát belőlük gazdagodtunk meg lényegében a Szelfordnál. Jaj. Tartam ide jönni. Ő egy... Ja, várjál közben! Aha, hát most már a stáb az elfoglal... baszki, itt azért vannak ám játékosok gyereke. Ezek fix óriási játékosok. Micsoda? Na most az óriási játékos alatt nem feltétlenül azt értem, hogy Isten Maric meg ilyen Brito féleségek, hanem hogy nagyon nagy tehetségek. Kurva életben. Megyek. És Otto. Menj már. Ilyen játékosok ez. Nézzük át azt a transfer hubot. És ő magyar. Az a baj, hogy most az értékét nem fogjuk látni még, mert az kell egy kis idő. Ki volt itt nagyon jó? Honnan jöttünk? Az Adu, ő jó volt, vagy nem, Amos gánai. Balansz az elég erőteljes. Úgy néz ki, mint Matesz a Pro Clubba. Hát, hasonlít. Hú, mondjuk az a befejező képesség. Hát, lehet, hogy nem lesz annyira jó játékos. Elkiabálta volna? Lehet. De várunk. Először dobáljunk föl mindenkit az átadó, illetve gyors listára. Ennyit végeztünk, jöhetnek a támadók. De őket én miért tudom megfigyeltetni például? Ez mi? Kettőnk már nem. Mindegy. Több-utóbb mindenki meg lesz. És akkor pont a téli átigazolási időszakra meg azt a kurva.
pro button. Nobody chat come face me with something. Like how me have me up. Na őt hozhatjuk is. Maldonado. Hányos lesz? Mennyire tippeltek? Én 77-re. 77-78. Mi fix, hogy jó. 81? 4 év. 76, 75, 22, 73. Ú, a nagyon alá lőtté tihany, az biztos, hogy nem jó. Mennyi pénzt kéne adni? Hát nem tudom, mennyi pénzek mennek itt. Atya világ, hát most mit tudom, honnan tudja mennyi? 20 ezer? 10? 20? Adunk neki mondjuk egy 100-as aláírási. Ha nagyon keveset mondok, akkor kiröhög, azt itt hagy. Na, elfogadta. Hát ez lehet, hogy sok pénz amúgy. Na nézzük csak, hányas játékos lett ő? Baszki, 75-ös. Csak 75. 11 milliós érték. Hát cserének mondjuk fullos lesz szám jobb oldalra. Hát egy rakéta. Azért hoztuk. Egy kicsit átvert. Hoppá. Ujj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 
ez, igen, ez jó. Ez 77-78 minimum. Már az előbbire is ezt mondtam, de az nem számít. Na! Hogy hívják a... Na nézd, gyorsan akartam mondani az ügynök nevét. Essien! Cseh, ez is Essien. Ő tud is lőni, bizony. 23 milliós elengedési záradék. Nem, az nem kell neked, haver. Na. Jó, ezt el is fogadjuk egy nap. Még fiatalok, ja, nem kérnek ők. Igen, ezt így lehet tudni. Hát ő 76 lett, Dave. Na, ilyenkor mi van? Ezzel most befűröttél. Nem rossz 76 egyébként ettől függetlenül. Jó, többet nem igazolunk így egyből. De értékes játékosok nagyon. Hát RF-ből senki nem lesz. EF. Játékos. Esti? Ha itt aztán. Beindulunk. Lionel Messi. Ez nem valami nagy eresztés egyelőre, atya isten. Milan Baros. Hát ezek nagyon balfácál játékos. Servus Olasz, jó éjszakát. De jót. Drogba? Vagy várja, ez ír zászló vagy elefántcsó? Ír, biztos, hogy ír. Mondjuk ő nem rossz. Akkor van még az LV.
Ez jó. Éretes. Ennyi. Az igen, Bence. Na, hol jártál eddig? Te jöztál? Remélhetőleg. Milan Baros? A Liverpoolban egy vadállat volt. Elefántcsontparti volt? Végülis az is Európában van, persze. Akkor mi a különbség a kettő zászló között? Várjál. Hát azért, azért figyeltek az Új-Zélandit meg az Ausztrált, ki az, aki meg tudja különböztetni? Vannak itt azért, mielőtt itt elkezdünk hahotázni, ugye? Hogy ez se tud... Pont fordítva van? Ja. Jaj, persze! Új-Zélandi nem pirosak a csillagok? Van a csillagok rajta? De, így van, így van, így van. Így van. Így van, igen, igen, igen. Így van, így van, így van, így van, így van. Így, igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Így van, így van. Na, egyébként ne térjünk el annyira a tájtól. Ez az Alvarado, ez így... Ő mondjuk CM-nek is elmegy akár. Ó, van itt egy kaja. Hát akkor ő repül. Ne basz, kis barátom. Így. Jó, és akkor megvagyunk, kérem szépen, az első tétpérkőzésünkhöz. Re. Megvagyunk. Készen vagyunk. Megvagyunk. Jól vagyunk. Dobok egy fantát, és akkor jön az interjú. Aztán akkor Bajnokok Ligája. Bukarest ellen. Thanks guys. We're going to get started with the questions now. Nem új csapatnál vagyunk egyébként, hanem... Vagyis, hogy nem új karrier, hanem új csapat. Úgy akartam. Közös. Okay guys, we are out of time. Thank you very much for attending. Dehogy rúgtak ki? Hova gondolsz? Ugyan rúgtak volna ki? El tud képzelni rólam, hogy kirúgtak, Norbi. Közös megegyezéssel felbontottam a szerződésem, mert... Így láttam korrektnek a dologot. Szia, Dani! Pörgesd föl magad, ez bármi nincs van, passz föl egy napszemüveget, rúg ki a gázt. Nem sikerült teljesíteni a célkitűzéseimet. A vezetőségét, igen. Mint bármelyik csajod. Többé-kevésbé. De hogy így a saját céljaimat ugye, hát kudarcot vallottam, én úgy tekintek rá. És jobb, korrekt volt. Még én fizettem nekik egy sört, hagytam ott búcsójándékot, és eljöttem. Eljöttem azért, hogy később visszatérjek a Premier League-be. Még erősebben. Erősebben, olyan erősebb, mint még soha. Na, és már most dirigálok. Köszönöm szépen, Trima, feliratkozásod. Köszi szépen. Jó van, Gergő, jó van. Jó van. Pontosan ugyanaz a stadionja a Brügnek, mint amilyen, hát hogy arról mintázták legalábbis. Lehet, hogy a Selford a brügi stadiont koppintotta le. Vettél egy példát a nemrég megjelent könyvemből? Na,
Dicséretes magatartás. Végre valaki. Vagyis, hogy végre valaki ezt így... Román csapat, ugye? Románok. Józsi a bíró! Azt ismerjük! Az a nagyfejű. Nagyhajú. Nagy lombkorona. Na Józsi! Te rendesen fújni, bazd, hogy kikaplak a zsuppod alól, meglátod. Na. Azt se tudom, ki van a csapatunkban, baszki, de megkenyeri a meccset. Hát. Látjátok. Egy legendának azért. Néha ilyen dolgokkal is meg kell küzdenie. Úristen. Hát ez érdekes lesz. Na gyerünk, hajrá. Hogyan veszítsünk el bármilyen meccset a 90 perc? 90. perc után! Jó van! Azért, mert én nem viszem ki a szögle zászlóhoz a labdát, mint a kóklerek. Én foszizok ugyanúgy a 95. percben, és ugyanúgy megyek, mint az állat. Hogyne? Nem akarom, hogy kifütyüljenek. Azt akarom, büszkék legyenek rám. Szurkolók. Mit emlettek? Hajrában a szurkolók. Szép vereség lesz, kappa. Köszönöm szépen, Robert Páté. Nagyon szépen köszönöm. Nothing comes of it. It looked promising. Oh, they have the ball. The referee playing advantage here. Match day one in the Champions League. Always exciting. And as soon as the teams were drawn into this particular group, we all thought... Nagyon küzd a csapat, azt a. Nagyon küzdenek a fiúk, hajtanak, mint az állat. Eszméletlen. Hú, baszki. Hát de... Bagyi, Uros Krácsics. You can sense the threaters there. They could nudge in front. And that would have been quite the early boost for them. Hát ez nem volt előtte senki. Úristen, ez oda rúghatta volna, ahova akarja, nem? Mondjuk amúgy át kéne majd öltözzük, mert azért még mindig ugyanabban a ruhában vagyok, mint amiben voltunk a Selfordnál. Hát ez ilyen egyedülövés technika volt. Kész. Ja, nincs. Még az kéz lett volna. És akkor gondoltok bele. Lenne kezezés még akkor pluszba. Tudjátok, mennyi kezezésünk volt minden meccsünkön? Azt a rengeteg kezezésünk volt. Rengeteg. Büntető területen belül? Úgy értem. Védekedésé. Rengetegszer kézzel védekeztünk.
És nem azt mondom azért, mert lehet szándékosan, mert az hogyan lehet szándékosan? Lehetetlenség. Mihaj, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Nagyon nagy tapsolat kívánok neked. Köszi. Pácska. Nagyon fura nekem a védekezési a csapat. Az a helyzet, hogy szerintem ebből... Nagyon nagy bajok lesznek. Nem vagyok hozzászokva ez a három védős rendszerhez. Pedig nem rossz valahogy az egész... A támadáson egész jók van, de a védekedés az nagyon-nagyon-nagyon rossz nekem. Ezt nem tudom, hogy lehetne jobbá tenni. Hát igen, a bal láb. Tehát most így jött ki. Nagyon pipa vagyok. Igen. Mondjuk itt a szokásos kis szanatóriumos túrám kimaradt. Hát igen, a csavart lövések. Ez is az volt. Amúgy. És tényleg hagyjam abba a csavart lövést. Jó, én abba hagyom. Több csavart lövés nem lesz. Nézzük meg, hogy mi fog történni. Az piros! Józsi, mondd már meg neki! Hát ott... Látod, hogy mi van? Hogy játszak? Kettő védővel szemben vehettünk volna négy emberrel. Olyan, mint hogy utolsó embert rúgott volna föl. Utolsó emberként pontosabban. Nem jönnek vissza a szélsőink, ez komoly. Őha. Hát, ha nem a Bukarest ellen játszanánk, én inkább már visszavonultam volna ettől a meccstől, mert akkor csak 3-0, ugye. Ugye, taktikai okokból. Gól különbség miatt, ugye. Na jó van. Ez piros. És... Várjál. Ez de szar lövés volt. Ilyen erőtlen. Onnan. Jobban meg kellett volna lőni. Onnan a fenéből gondoltam volna. Gyerünk, daráljad. Már csatárunk is hátra jön védekezni. Nagyon nagy szégyen ez. Jézusom. Ez a solet, ez... Ez nekem nagyon szimpatikus. Ez kicseszett jó védő. Na most itt... Ilyenkor mit kell csinálni? Hogy megtartsuk a labdát. Jaj! Vigyázz! Az meg csavartam, de mindegy, mert mindegy, a rossz lábára jött ki, hogy nézd meg, hát most mit kellett volna? Ja, megvan, jobb külsőben, ja, igazad van, jobb külsőben, sutty! De ez meg olyan kicseszett szarul néz ki az a hülye külsős lövés, olyan undorító.
Külső se jó már. Akkor mi jó? Nullára ki kell passzolni, mi? Tényleg nem jó. Várjál, van román játékosom, tényleg? Kicsoda? Elhozom. Nekem itt ne imposztorkodjon. A Hagi! Román! Jó, őt úgyis le akartam hozni, mert igen gyenge. Ennyi. And the counter attack is on, options available. Poor attempt at a pass really. De baszki. Egyszerű passz, nem? Vissza, mert mire átveszed, biztos odaér a védő. George Hagyiról? Nem. Fujimoto a román? Persze, Fujimoto, olyan néve, hogy Fujimoto. Hát azért ott még nem tartok, hogy ilyeneket bevegyek. Azért én tudom, mit ödöglik a légy. Ezt figyeld. Jó sok erő volt benne. Mire átveszi, elmegy a nap. De jobb lábas. Ez a bácsi amúgy nagyon sokat szerepel. Szimpatikus. Jó, cseréljünk. Itt. Ezt a Carranzát én lehozom, hát ez... Tudjátok, mit csinált idáig? Hát ez az. Ez az. Na gyerünk! Hajrá! Azt a bűnös Maldonado, vagy ki lett, nem? Velasco. Most állt be csereként. Haginak az apja a románok puskása? Az komoly. Komoly. Kellett egy kis idő, hogy földolgozzam. Ú, de várj, ez a Vomo is meghalt középen. Ú, hát ő nagyon. Nagyon. Itt felfrissítjük a középpályánkat. Az mekkora kiugratás. Stabilus, nagyon nagy védés. Baszki. Ja. Inkább kifejeltük. 25 perc van vissza, és itt nyerni kéne. Mert nagy csapatok ellen meg sanszos, hogy kikapunk.
they can bring it out now. És berúgtam! Hát nem hiszem, hogy gól! Úristen! Simán csak rálőttem, és tényleg bemegy! Hogy megy be így, baszki? Nem kell csavargatni! 1-0! Óriás, és fú, szétszedtük az ellenfél védelmét szerintem. Még nagyon elhitték magukról, hogy... ők itt nyerhetnek, nem? Hogy mondom a magamét? Meg az anyját, úgy meg. Hát igen. Nem egyszerű szakma ez a, ez a miénk. Hát akkor ezt valahogy most ki kéne bekkelni, nem? Állító. Ne! A rohadt kurva élet. Ez annyira tipikus! Fú! Jó van, menjünk tovább. Azt a kurva! Mi ez? Gyerekek, 3 perc alatt megfordítják a meccset. Az komoly! Jó tudni. Aha. Hát gondolom, ilyen 75-ös játékos is hátulról, semmiből csak egy sutty megfordult az rövidbe, pap. Kész. Na nézzünk egy ultra attackingot. De nem lehet gólt lőni. Hihetetlen. Jó, hozzuk. Mi ez? Sometimes in these 1v1 scenarios, you have too much time to think about it. He should do better for me, though. Maldonado. Possession one. 5 minutes to go. Well, forward they go again. Can they win? Menj már! De nem igaz, hogy ennyire meg vagyunk halva. Ilyen nincs! Hát lesz, bazd meg!
electronic board has been held aloft. Three additional minutes here. Teammates available. Excellent. Real chance. He's fallen on his own. Well, no real accuracy and easy for the keeper. So Bruges ready for the throw-in. Can they grab the lead late on? Ezt nem tudjuk elhúzni, baszki! És azt meg lefújja. Hát nem emlékszelünk, dehogy is nem. Dehogy is nem. Amúgy ezt az alaptaktikát hagyni kéne így. Ez nem rossz, csak lassúak a játékosok, kicseszettül. Kicseszettül lassúak, és... Ja, ennyi. Ezek föl fognak gyorsulni, csak edzeniük kellene, és nem kártyázni edzéseken. Jó lesz ez. Jó lesz ez szerintem. Mert az Ultra Attacking-ről konkrétan szétszedtük az ellenfél védelmét. I've just got a couple of questions I want to ask you about the match. Bukarest News Breaking. Kedvenc csapatunk a Steaua döntetlennel kezdett a Belga Club Brugge ellen. Mint később kiderült, az ellenfél új edzője a bíróval jó viszontápol, de ez is kevés volt nekik. 12 ellen is helytálltak a fiaink. A FIFA vizsgálódik. Köszönöm szépen, Róka. Köszönöm szépen. Vizsgálódjon csak a FIFA. Az a dolguk. No further question. Thanks for your... Ne tegyünk úgy, mintha ez annyira meglepő lenne, hogy vizsgálódnak. Jaj. Az a dolguk. Hát most ez olyan, hogy egy rendőrségről azt mondod, hogy járőröznek a rendőrök. Hát bazd meg. Ez normális, nem? Járőröznek. Hát az a dolguk. Adjuk már. Úr. Konkrétan a Genkkel, az Anderlechttel, aztán a Tateremmel játszunk. Utána a Gent. Hát ez egy elég, hát az összes brutál csapat ellen megyünk. Igen, ennek a csapatnak nincs túl nagy meccs élessége. Jászos. Tömegverekedés meccs után. Dehogy ne, ne. Ugyan. Nem szoktunk. Hát lehet, hogy valakit hátra lehetne küldeni. Kevés, igen. Tehát közepét könnyen ki lehet passzolni. Arra gondolsz, ja. Hát odasz valamit. Olyat lehet csinálni például, hogy mondjuk, mit tudom én... Ennek a fickónak mondjuk beállítom azt, hogy maradjon hátul. Csak akkor... Ilyen van beállítva neki, mi a fene? Get in behind us, kész. Így, hát szerintem így nézzen ki, nem? Taktika. Hát úgy 6 per kb. A játékos instrukciókat szándékosan nem állítgattam egyelőre. Úgy voltam vele, hogy nézzük meg első körbe. A Fujimoto az agresszívra van téve teljesen. Szabadon mozgó. Tepét fogja. Hát igen, van dolog, amit be kéne itt állítgatni valóban. Ja, csak ez a Dvomu meg ugye... Ja, hát támadó közepes.
akkor mondjuk... Meg kéne fordítani őket, nem? Eddig ez nem egy rosszul kitalált taktika, én úgy gondolom. De hát ezzel hogy lőjünk gólt? Hát láthatjuk, folyamatosan betöbörülnek elénk. Nem lehet gólt lőni. Sehogy, hiába csavarom, hiába nem csavarom. Hát... mi legyen, hogy legyen? Teljesen felülbíráljuk ezt a taktikát? Úgy, ahogy van. Ő ne menjen előre, maradjon ő teljesen balancetbe. Ez a szabadon mozgó szerepkör is, hát olyan, hogy egyelőre maradjon a babérjain a szevasz. Ez a Dvomo meg úgyis elő fog maradni. Neki meg is mondjuk maradjon elől. Hogy balanced. Össze-vissza kolbászol majd itt nekünk. Hát akkor valakit meg kéne kérni viszony, hogy maradjon hátul. Melyiket? Tanjuma. Jöjjön vissza védekezni, mert senki nem jött vissza eddig védekezni. Rácsics is maradhat hátul akár. Egyelőre nézzük meg így. Rácsics visszajön. Két szél meg balanced. Jó. Oké. Szerintem így mehetünk is tovább. Ja. Nem volt rossz a Jaremchuk. Nem volt rossz ő. Tehát a bajnokság az meg... Azt nyerni kéne tényleg, mert... Itt vannak ám erőcsapatok, tehát itt ezen a szinten... Tehát itt van a Gent, a Liège... Anderlecht, Antwerp, Genk, hát baszki, azért ezek kemény csapatok tényleg ezen a szinten. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy gyenge bajnokság, nem az. Ezektől tartani kell. Ezek mind kemény mérkődések. Hát csak annyi, hogy fáradtak vagyunk, leszünk. De nem baj, majd cserélünk. Na! Hajrá! Sok a duma. Sok a duma. Hajrá. Ezek meg olyan meccsek, hogy nem lehet leszimulálni egyáltalán, úgy gondolom. A két szélső jöjjön hátra és induljon be. Azt is meg lehetne csinálni, igen. Ez a taktika akkor lenne jó, ha az RV meg LV helyett LVB meg RVB lenne. Hát... ja. Akár, úgyis meg lehetne oldani. Na nézzük! Tartogat ez a mérkőzés számunkra. Remélhetőleg győzelmet. Most ezért jó megkavartuk itt a taktikát előző meccshez képest. Itt kicsibe ezekkel a lassú játékosokkal nem lesz egyszerű. Már nem, mint hogy az ellenfél gyorsabb lenne. Bár nekünk itt leginkább ilyen... Hát nem, Lipcse ellen kellene készülgetni. Csoportkörbe meg tovább kell jutni valahogy. A negyed döntő...
Ilyen döntő a célkitűzés, azért az elég beteg. Az nagyon nagy védekezés volt Rácsistól egyébként. De a kalappal. Épp volt fiatal ember. Na, lá... Ez... Hát... Hát ez az, amivel nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Az új kontrolleren kívül. Néha előjön, néha nem. Imádsz hosszú távon, nem maradhat. Danjuma, Julian Carranza. Good play it in. Can he find the net? Kapura kellett volna lőnőt, haver, nem? Ran it well. And a free kick awarded by the referee. Hullos B csapatunk? Nincs. Nincs. Hova gondolsz, kérlek? Hullos B csapat. Persze. Még mit nem. Galarza. Ne. Tökéletes. Ügyes. Erről pedig nem nyilatkozom. Igen, A csapat sincs nagyon, nem hogy B. Pontosan. Így kilépnek, baszki. Erősebben kellett volna meglőni, úgy tűnik. Azt a kurva! Alá kellett volna egyet nyesni. Na. Szép. Emá. Nagyon nagy. Pes. Szia, Taki. Megint úgy játszunk egy kicsikét, mint aki nem akar nyerni soha. Soha a büdös életben. Ez csak egy sima kapura lövés volt pedig most. Nem cifráztam. Mondjuk itt lehet, hogy kellett volna. It's a fantastic save to keep it all square. Oh, Stuart, they've got to score. Hát igen, innen nem lehet. Nem is kellett volna rálőni. Inkább totyorolni kellett volna, vagy visszapasszolni, vagy valami ilyesmi. Jó gondolom? Galarza. Here's Castro. Plenty of options. But really sticking to their task defensively. Hát lerántott! Espori, mi van ilyenkor? De a hülye gyerek, Solet, miért húzza les határt, baszki? Hát föl kéne lépnie, most ne kelljen már nekem itt külön manuálisan nyomogatni. Hát evidens. Hát, nézzük meg. Annyira lelkes Badzsi. Elég fáradt. Az igen. Chance to play it in. Really important. Na, még a saját kapusunkat is kicselesszük, annyira szép volt. Jó van, gyereke. Ezt így kéne. Umar Soleil, Rácsics,
Solé. Kumbula. Uroš Racic. Getting the ball forward. Hát az ki. Jó. De még milyen jó. Pácsi! Cool. Jó. Oké. Gyerekek, jó lesz ez, jó lesz ez, csak majd kell valami alternatív taktika, mert ezt ki fogják ismerni. Hát ezzel a csapattal jobban lehet gólt törni, mint a Salforddal. Azért ez kemény. Na jó. Giving the ball to the opposition that time. It's looking promising. Én úgy érzem, hogy itt nagyon nagy problémáink nem igen lesznek. Bajnokságban. Ilyen csapat, tehát a Genk ellen így megyünk. Bár leginkább itt szerintem talán az Anderlecht lesz, lesz a kemény dió. And it's going to be fascinating to see what developments occur in the second half. Lassan cserélni kéne. Nagyon nagy. Here's Castro. Definitely look as though they want to make this move count. Olszen jó döntés volt, illetve rakva inkább a védelem szélére. Az kemény. Ez teljesen szabályos. Az meg egy gól. Asza. Kanya Fujimoto. Olsen. Is it going to end up being productive for them? Azt a minden, pedig ez nem volt rossz. Ó, anyám. Carranza. Well, the supporters think it's on. Using his body to good effect. Just can't get it past them. Well, that's how to keep the opposition at bay. Can they do something positive on the counter-attack? Nagyon kéne nyerni. Well, they seem to be onto something positive, but it faded away. Hoppá, 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 bocsánat. Ne, 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 ne. Köszi kapus, köszi! Átestünk a ló túloldalára az a helyzet. A fáját, mehet az útra adtak megint. Viszont cserélni kéne. Mert konkrétan vannak halott játékosaink a pályán. Sose jó. Így. Ácsics szintén meghalt. És na előre kit vigyünk be? Jó, ennyi elég szerintem ezzel le lehet hozni. Kapusomat. Kelleher. Kelleher. Miért? Laci, miért? No one able to do any damage with it. Extremely sloppy in possession. Azt hittem, nem tudom kimondani, vagy mi? Laci, bazd meg! Az megint nagy védés! Kelleher! Látod? Még lendületből is megy. Csába. Lehet, hogy csak attacking kéne. Elég az attacking. Oda föl! Well, it's been such a good game so far. Chances and goals at both ends, all played at a great tempo. It's certainly been a good watch. Very open, isn't it? An absolute joy to watch. A very timely interception.
És nem elég erős. Azt a mindenit jár Emcsuk. Certainly allowing their opponents to come onto them. Must be. Well, a powerful effort that he Az meg! De miért? Megint, itt szerintem én vagyok a hunyóikor már. Itt ez erősen lett megküldve, nem? 20 minutes to go in this one. Fujimoto meg ott hagyja. Now can they make something happen? Nagyon szép. Crossing possibilities. Well read to put an end to that attack. Could be a chance to break here. Nem is értem, mit hittem itt, baszki. Mit hittem? Mit hittem? Őszintén, mit hittem? Gól. El se hiszem, te jó ég. Annyira nehéz gólt lőni valahogy. Csoda! És hogy nagyon örülök. Várjál, ultra defenzív. Ráülünk. Legyen meg a győzelmet! Le van szarva! Hogy milyen játékkal. 3 pont az 3 pont, nem? Na. Úgy látom, hogy még a csapat nem nagyon állt át a ultra defenzívből. Hát remélem, hogy ebbe beleértünk. Nem. Az fasza. Akkor az ellenfél volt béna. Ez nagyon jó érzés. Kanya Fujimoto. Great vision to switch the play. No. Something to worry about here. Park the bus, nincs. Sajnos már nincs. Ez nem is ultra defenzív, ez nagy szar. Ez nem ultra defenzív. Ez hol defenzív, baszki? Yanis Hadji. Az nem les. De nem is oda akartam amúgy, hanem oda föntre, de ez már mindegy. Áj, de jó! Urrá! Jön az érkező, hát ez az, ez szép. Hát ez szóval, itt lehet inkább jobban járnánk a balancer taktikával, mikor védekezni akarunk. Az esküszöm védekezőbb, mint ez. Hát mondom, megtekerjük, hát most ez nehogy már sima kapura lövéssel kelljen. Nehogy már. Ezt rá kell tekerni. Muszáj volt. Amúgy így van, Róka. Így van. Hoppá! Kacok, ezzel a csapattal, hát jó, ez nem jó. Nem az igazi, ez tényleg. A taktika, taktika.
taktika, de azért úgy. Lehet nyerni szerintem végül is. Meg lehet oldani. Örögjenek az edzések. De várják, közben rá kéne nézni a rövid listára. Hát itt már például bizony Jansennek a statjait lehet látni, oda néz. Tehát ez a fickó egy vadállat. Például. Hát ha őt nem igazoljuk le most, akkor mikor? Nem? Hát ez... Hát most a következő csapatunkon úgyse fogjuk őt vinni, úgyhogy inkább hozzuk el ide. Négy védős rendszer? Hát ha valamelyik csapat jól játszik, akkor érdekes dolgok lehetnek, ja? Így van, igen. Igen, akkor viszont már talán a... Azt a 4-3-3-at kéne erőltetni. Már... Hogy ez? Gyere, mennyire van esély. Na, el is fogadta, jó van. Super. Dorian Jansen, hányas vajon? 76-ra tippelek én személy szerint. Hát nem jött be, 73 kupán. Menjünk tovább. Van itt egy 4 millió 9-es. Ajjaj, hát azért túl sok játékos, nem ismerünk. Mi? Ilyen kevés játékost ismerünk még mindig? Várjál, hát itt vannak egyáltalán scoutok? Van bizony, 5 scout. Azok nagyon komoly scoutok pedig. Úristen! Hát akkor fiúk, dolgozzatok, légy szíves! Többenet. Noszogatni kell őket. Ennyi, és már is jön az Anderlecht elleni mérkőzés. Ah, mondom, itt ez egy hét lepörög, legalább. Még egyszer ránézünk a gyors listára. Ezekkel a játékosokkal. Aha, most már jóval többet látunk. Itt érték alapján már azért nagyjából lehet sejteni, hogy ki az, aki jó, ki az, aki nem. Hát, kacok. És ilyen fáradt csapattal fogunk menni megint. Ezt nem mondod komolyan. Nem. Ne csináld ezt velem. Ennyi nap alatt képtelenek voltak kipihenni. Hát mondjuk elég feszes a naptár, azt hozzá kell tenni. Hát egy picit lassítani kellene ezen. Ja, elég agresszív. Hát pénzéhes lettem, Matesz, aztán egy tából, semmi extra.
Hogyan lehetne megoldani? Maradjunk annyiban, hogy ezt majd legközelebb megtudjuk. Jó? Maradjunk annyiban. Maradjunk annyiban.